Sokan ismerték és szerették Szabó Szonya képzőművészt. Emlékkiállításának megnyitóján óriási volt az érdeklődés. Az 1978-ban született tatai alkotó születése óta mozgássérült volt. Először csak festett, majd írt is szájjal, később pedig már számítógép segítségével is kommunikált. Tehetsége hamar kiderült családja számára. Ehhez kellett a intézet, ahol bent lakó volt, mert ott egy gyógytornász kezdett el vele foglalkozni, illetve beszédre, hogy próbálja meg szájjal festeni, mivel látott ilyet a televízióban, és aztán tényleg a Szonyának ez bevált, és akkor kezdtünk neki szakkört keresni, és így került a Jasszony Mari Színház Népház fantázia műhelyébe, ahol Sebestyényi András tanította. Tulajdonképpen a filccel való festést is neki köszönheti. Megpróbáltunk minden olyan képet elhozni, ami az ő életében fontos volt. Tehát egész gyerekkorától próbáltuk az egész pályáját bemutatni ezzel a kiállítással. Szabó Szonya munkáját segítette Szigetvári Krisztina grafikus művész, a Talentum iskola művész tanára is, aki a megnyitón is méltatta az alkotót. Az erőssége nem csak a témáiban rejlett, hanem a hihetetlen munkabírásában is, aztán az alázatában is, az elköteleződésében is. És hát tulajdonképpen azt hiszem abban is, hogy nagyon-nagyon komolyan és nagyon-nagyon őszintén tudta a lelkét kipakolni a vászonra és a papírra. Na most, hogyha a témákat kellene meghatározni, persze lehetne azt mondani, hogy gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágokat rajzolt. Lehetne azt mondani, hogy ezek a mesés gyermeki megközelítésből születő illusztrációi szintén az ő sajátosságai, de akkor inkább azt mondom, hogy nem mondok egy dolgot, hanem ezek összessége.